Itt vagyunk az Audi gyár előtt Győrben, ahol ma reggel 6-tól leállt a termelés. Ez a versenyszférában a legnagyobb sztrájk, ami a rendszerváltás után történt. Az előbb egy felszólaló el is mondta a hátam mögött, hogy éppen történelmet írnak. Úgy tervezi a szakszervezet, hogy egy héten keresztül fogják folytatni, és ezzel szeretnék kivívni a bérük növekedését. Az Audi Ungária az ERT egész területén megállt a termelés, és munkatársaink maximálisan támogatnak bennünket. Hogyha ezt a bérkövetelésünket 100%-ban el tudnánk kérni, még akkor is jelentős elmaradásunk lenne a szlovák, a cseh és a lengyel kollégáinkhoz képest. A szlovák bérhez hasonlítva körülbelül még mindig az ő bérekhez ellennénk maradva még jelentősen, tehát egy 40-50%-kal, tehát még csak egy felzárkózást kezdenénk el akkor, hogyha a teljes követelésünket elfogadná a munkáltató. Reggeli órákban azzal is szembesültünk, hogy az éjszakás kollégák maradni szerettek volna. Tehát tényleg akkora támogatás van, hogy mondtuk, hogy ezt nem szabad, haza kell menni, pihenni kell. Tehát már őket is úgy kell visszatartani, hogy ne tartsanak most velünk ki. Ön szerint az Audi a rábagyárhoz hasonlítja magát, vagy a Toyotához, vagy a Mercedeshez? Mi sem a rosszhoz szeretnénk hasonlítani a munkavállalóinkat. Családtagjaink itt élnek Győrbe, ők tudják, hogy milyen drága Győrbe az élet. Ha ezt a példát a magyar munkavállalók követik, és kiállnak a saját érdekükben, ez egy jó példa, és egy követendő példa. Itt vagyunk Győr fő sétáló utcáján, a Baross utcán, és most a helyi polgárokat is megkérdezzük arról, hogy ők mit gondolnak arról, hogy a legnagyobb gyárban sztrájkolnak a munkások. Mi van sztrájk? Mi a sztrájknak az oka? Hát a béremelést kap. Azért sztrájkoljanak is, mert ugyanis ott se keresnek olyan sokat. Hát megértem, hogy sztrájkolnak. Hát én is sztrájkolnék helyükbe. Indokol szerintem, már csak azért is jó, mert esetleg más cégeknél is megindíthatja a béremelést. Onnan jövök egyébként, én is ott dolgozom. Jogos ez a sztrájk, hiszen itt a bérek sokkal alacsonyabbak, mint Németországban, meg az Audi más gyáraiban. Nyilván, hogy az emberek megélhetése az a mai világban, Magyarországon, nem csak Győrben, lényegi kérdés, ezek mellett az árak és áfák mellett. Németországban meg Szlovákiában sokkal többet kapnak, pedig ugyanannyit dolgoznak, és így tök igazságtalanság. Meg kell becsülni a jó munkásokat, meg a jó munkaerőt, és ezt meg kell fizetni. El kell jutni a közepéig. Nyilvánvaló egyik félnek az a dolga, hogy minél olcsóbb legyen, a másik félnek az a dolga, hogy minél több pénzt kapjon. Ez teljesen normális. Beírnétek mondjuk kevesebb béremeléssel is, vagy te így személy szerint? Hát a szakszervezetnek az összes követelését vesszük, akkor úgy gondolom, hogy vannak olyan elemei, amit esetleg el lehetne engedni, de az alapbéremelés, amit a szakszervezet követel, én abból nem szívesen engednék, tehát én azt szívesen fogadnám. Szerintem az Audinak van annyi profitja, hogy ezeket a követeléseket teljesíteni tudja. Mennyire fontos a városnak így a maga az Audi gyár? Hát nagyon is. Hát majdnem minden második ember az Audiba dolgozik, Győrben, szóval apukám is ott dolgozik. A lehetőséget biztos nagyon sokat jelent, nem csak Győrnek, az országnak, mert Alföldről is nagyon sokan dolgoznak itt, ott hagyták az otthonukat. Ide jöttek a bérletbe. Ugye ennek a városnak a fejlődésében nagy szerepet játszik, tehát onnantól kezdve, hogy az egyetem is kapcsolatban áll. Sok minden támogat, a kézilabda csapatot, a város támogatja, a kórházat is, úgy tudom, úgyhogy szerintem jó, hogy itt van. Győrben is rengeteg gyár leépült, ezek jöttek helyette. Ez nagyon fontos, van munkahely. Nem tartható esetleg, hogy egy nagyon méretű sztrájk akár el is üldözheti a gyárat? Voltak ilyen hangok is. Én nem gondolom, hogy ez így lesz. Mind a két fél normálisan fog viselkedni szerintem. Nem tudom igazából, itt mindenki vagdolózik mindenféle dologgal, hogy majd jövőben ez meg az lesz. Nem tudom. Nem tudom, ezek mennyire valós beszéljek.
Ezt nem lehet egy vonatra felrakni és elvinni Temesvárra, vagy elvinni Munkácsra, ez nem így működik. Ez a gyár, eznek a technológiai rendszere, működési rendszere, ez ide adaptálódott. Hát szerintem a győriek nagyon jól dolgoznak, szóval tuti, hogy nem vendel ez Audi innen. Thank you.